Na szevasztok srácok, ez így, wow, micsoda intro volt. Itt a PUBG ugye csinált egy ilyen kis összeállított videót, tehát ezt nem én csináltam srácok, ezt a PUBG csinálta. Ez konkrétan egy óráját töltötte fel itt YouTube-ra, és gondoltam egyből csinálok nektek róla egy ilyen kis videót, ugye, hogy mit is láthattunk pontosan. Tehát ugye az előbb írtátok a másik ilyen gyakorló pályás bemutatós videóm, az a szerettétek volna, hogy egy picit részletesebben itt belemenjünk a dolgokba. Tehát akkor nézzük is, hogy miket láthatunk itt a pályán. Kezdésnek itt egyből nekem szemet szúrt az, hogy itt van egy ilyen kis futó emberke. Ez szerintem ez egy olyan pálya, ami egy ilyen akadálypálya, mint láthatjátok, itt innen indul, nem is tudom, az elején nem látszódik. Itt ezeken lehet átmászkálni, ugrándozni, és akkor a végén ide is fel lehet mászni, és itt egyessel végig lehet itt ugrálni a dolgokon. Ez azért elég menő. Már így itt a kezdésnek itt lehet ugrándozást, vaucozást, a jumpolást itt próbálgatni. Akkor úgy látom, itt külön ki lesz jelölve az, hogy milyen lőtér az adott hely, tehát milyen fegyverek vannak ott elszórva. Itt ugye a pisztoly van, akkor itt vannak a gránátok, tehát itt tudod bedobálni a gránátokat ezekbe a bizonyos lyukokba. Ugye van közeli, meg távoli, lent, fent, ez ismét elég jó. Akkor itt ez drop. Ez drop lenne, vagy érkezés? Ja nem, bocs, itt az érkezés, igen, ezt kerestem. Tehát ez itt egy érkezés, hogy valahogy gondolom, akkor ha ide bemész, akkor majd jön egy repülő, és akkor úgy le tudsz ugrani, és akkor ide kell érkezni, az a lényeg, hogy erre a pontra érkezz rá. Akkor itt a közelben, itt is valami lövés sztori van, itt ez nem vágom, hogy micsoda pontosan, és akkor zoomoljunk csak innen picit visszább. Na és akkor itt, ha nézzük tovább a pályát, akkor itt lehet látni rampákat, itt lehet ugratni. Gondolom az összes jármű felelhető lesz itt, és elég jó ilyen szaltókat, meg stb. Lehet majd gyakorolni. Hát talán ezen a pályán így ennyi, vagy ezen a képen. Itt is vannak ilyen gránátdobóhelyek. Hát szerintem minden egyes ilyen gyakorló résznek többféle verzió van, tehát szerintem itt is lehet gránátokat dobni, és itt talán az a lényeg, hogy ugye ide essen át túloldalt. Aha, elég jó, úgy néz ki, hogy úgy dobd a gránátot át a lyukon, hogy oda essen be. Szerintem ennek tudja ez az értelme, hogy úgy dobod, hogy ide essen be, és ez a lényeg, hogy ide dob be. Ja, ez kemény. Jó, na ez amúgy elég király lesz, tetszik. Mielőtt itt nagyon belemennék a dolgba, azért még egy kis infót mondanék erről. Ugye az előző videóban ugye ezt mutattam be, volt egy patch notes-ja ennek a gyakorló pályának, és azt most kiegészítették, és ugye, hogy azt írták, hogy mindig szólóba tudsz majd joinolni, és ez egy olyan lesz, mint egy meccskeresés, tehát egy ilyen matchmaking lesz, és akkor össze fog dobni téged pár emberrel, tehát így tudsz majd játszani ezen a gyakorló pályán. Jó, szerintem ez a kép megvolt, akkor nézzük is a másik képet, hogy itt mi van. Ezeket a képeket a videóból vágtam ki, az összes nagyobb jelenetet mondhatni, kivágtam, hogy akkor miről fog szólni. Itt ugye azt lehet látni, hogy itt van 600 méter, 700 méter, 800 méter, stb. És ennek ugye így visszafele, ha jössz, akkor 500, 400, 300, ott lesz egy vonal, és onnan meg tudod lőni majd ezeket a pöttyöket. Ahogy ezeket a pöttyöket meglőtted, ha eltalálod, az át fog fordulni, és zöld lesz. Itt most mutatok egy másik képet. Így. Ez pont így néz ki, hogy az egyiket meglövöd, itt pont az alsót meglövi, és az már fordul át, és zöld. Tehát így látod majd a találatot. Tehát amúgy szerintem ez elég menő. Ez fixen látod majd, hogy találta az adott lövés, vagy nem. Jó. Itt is amúgy ugye az lesz jó, hogy ha SR-rel lősz, meg fogod pontosan azt tudni nézni, hogy mennyire kell fölé lőni, hogyha 1000 méter van az adott ember, vagy 500 méter, vagy hova lőj, zeroing distance állítása nélkül. Legalábbis szerintem ennek ez lesz az értelme. Meg ugye AR-rel is a 4X-el, hogy hova céloz. Oké, hogy ott vannak a kis jelölés értékek, de hát ki tudja azt így hirtelen, hogy most a hatodik csík az pont az a, mit tudom én, 400-500 méter vagy mennyi. Jó! Na, következő kép, itt lehet látni, hogy mondhatni távolról, hogy fog ez kinézni. Ugye itt bal alsó sarokban itt egyből lehet látni szerintem talán ez lesz az egyik legjobb része, ha már így meguntad az egészet, hogy ebből rá tudsz jönni kocsival, meg mocival, és itt tudsz rajta menni egy izét, és egy ugrató. Szerintem ez elég menő, szerintem ha kilövöldözték magukat az embereket, akkor itt a rámpákon fognak ugratni, kocsizni. Szerintem ez egész mókás, itt is van egy nagy rámpa, ez a hegy mögött, ez is nem tudom, hogy hol vezet, meg mit tudsz ugrani rajta, vagy róla, de elég menő. És ugye itt van egy ilyen kocsis pálya is, amit ugye tudsz körbe-körbe menni mocival. Nem tudom, hogy ez itt időre megy majd, le tudjátok menni, hogy egyszer indultok ki a jobb, de hát
annak ugye most is sok jelentősége nincsen. Okés. Ahogy megnézzük itt ezt a képet, igazából itt ugye ismét látunk egy ilyen ejtőernyő sztorit. Gondolom, ha itt bemész, innen is tudsz felmenni a repülőre, és akkor ugyanúgy itt a hangár mögött volt ez az érkezési hely. És szerintem nagyjából ez a kép is így ennyi van rajta, amit így nézhetünk. Következő kép jön. Aha. Na, ez egy jó sztori. Itt ugye azt láthattuk a videóban, hogy itt ezek a korongok, ezek a pöttyök így mozognak végig, így a fal mögött, és így mozognak. Ez ugye azért jó, mert mozgó célpont, és mozgó célpontot tudsz lőni. Ez olyan, mint amikor az ember itt van a fánál, és csak így kihajolgat. Tehát konkrétan itt most nagyjából ezt fogod tudni gyakorolni az ellövésnél, hogy a kihajol, visszamegy, kihajol a másik oldalt. Tehát ez is jó lesz, és itt is ugyan szerintem, hogy ha eltalálod, akkor egyből zöldre átvált. Ja, és itt is lesz közelebbi pont. Hátul van ugye távolabbi pont, tehát ez szerintem ismét egy jó rész lesz. Akkor itt van ugye az, hogy hova érkezel. Itt lehet látni pontokat amúgy. Most arra leszek kíváncsi, hogy lesz-e ebbe egy olyan rendszer, hogyha jól érkezel a százasra, akkor külön értékeli-e, hogy te neked 100 pontod van, és ha valaki kiesett, akkor megér neki nulla, és hogy 5-5 ugrasz, 5-ből hány pontot érsz el. Ha egy ilyen kis plusz rendszer benne lenne, amúgy az elég jó lenne, vagy tudnál nézni ilyen statisztikákat magadnak, hogy 5-ből mennyi százasat tudtál ugrani. Közben itt vannak oldalt táskák, ez itt hirtelen nem tudom, hogy mi lehet, vagy itt lehetne felvenni az ejtőernyőt, ha szeretnél még egyet ugrani. Nem, ez egyes táska, kettes táska, hármas táska. Akkor ez nem, pedig azt hittem, mert ugye az ejtőernyőnek is van egy külön táskája, és azt is fel lehet venni. Amikor a repülőgépen vagytok, azt ugye láthatjátok, de az nincs itt. És itt is ugye másik három táska van. Na mindegy, jó. Az azért menő lenne szerintem, ezt úgy csinálnák meg, igen, hogy ilyen 5-5 ugrasz, és akkor 5 ugrás után mennyi pontot érsz el. Az biztosan király lenne. Jó, nézzük itt a következő képet. Igen, ez az, amit mondtam, hogy külön a stage-eknél biztosan lesz egy asztal, amit igen, egy ilyen betonlap, hogy ki van rakva az összes SR, meg DMR itt adott esetben, ezt gondolom ez az SR résznél ugye ez van, és külön ki van rakva az ammo hozzá. Egy valamit hiányolok, a szkópokat. A szkópok szerintem itt van mellettük egy másik asztal, és akkor az ott lesz. De külön ugye, hogy le vannak így osztva a stage-ek, hogy mit tudom én, SR, AR, pisztoly, gránát, ugye mindegyiknél az van, hogy ott lesz összes fegyver, hozzá ammo, és még a szkópokat ugye hiányolom, de szerintem ez a itt mellette lévő asztalon biztos, hogy ott lesz rajta. És hogy itt van a Winchester M24 AVM kar, akkor ez itt a QBU, ő meg a Mini. Yes, tehát erről a képről az SKS meg az MK hiányzik, de mondom, szerintem itt mellette itt van az asztalon a szkópoknál. Ja, még a VSS, is talán hiányozhat, bár ki tudja, hogy ezt ide besorolják-e. Na nézzük, következő kép, ugye ez az, amit mondtam, hogy ha általában egyből átfordul, és akkor igen, itt a videóba itt lehetett látni azt, hogy így fog kinézni, hogy itt van egy ilyen vonal, és akkor, hogyha Iron Sight-od van, nincsen ugye semmi jó szkópod, akkor így néz ki ez a pálya. Tehát ebbe ugye az lesz a jó, hogy 4-5 ember elfér egymás mellett, és úgy tudnak lövöldözni előre. Jó. Tehát itt is itt van egy tábla, ezeket fogjuk innen lőni, és ugye rá tudsz lőni 4-5-5, szerintem 5. lövés után fogja, és megfordul, és látod, hogy miket találtál el. Tehát ez is elég jó, mert egyből van visszajelzésed, hogy milyen a lövésed. És amúgy tök jó lenne, hogyha ez a rendszer ide is bejönne, hogy amiket lősz, azokat a találatokat utána ki is írja neked egyből, és látod, hogy 5 lövésből hány pontot értél el. Mert ugye a gyakorlásnak ez lenne a lényege, hogy egyből ki is írnál számszerűsítve. Hát remélem, hogy így lesz, szóval majd meglátjuk. És ugye itt volt a legjobb rész, ugye ismét ez az ugrató, kocsival is rá lehet menni, ugye ezt akartam bemutatni, de mocival lesz szerintem a legjelvezetesebb. Yep. Csak arra leszek kíváncsi, hogy a ugrató végén ugye van egy ilyen kis csavar, de hogy mi lesz a célpont, vagy hova fogsz érkezni. Azt nem mutatták be. És ugye itt végén itt van ez, amit ugye már mondtam, hogy egyedül mindenki be tud majd joinolni, és egy ugyanilyen meccskeresés funkció lesz az egész, mint ahogy elkezdesz PUBG-t játszani, csak itt egy negyedik pályán fogunk játszani, ez a gyakorló pálya. Na, remélem, hogy tetszett ez a videó is. Ha úgy gondolod, hogy ez a videó hasznos lenne valamelyik ismerősödnek, barátodnak, nyugodtan hozd meg vele is, ő sem maradjon le itt a jó infókról. Ha élőben is szeretnél nézni, akkor minden hétköznap streamelek Twitch-en, ezt a leírásban megtalálod a linket, ott találkozunk legközelebb. Legyetek jók, szevasztok! Elveszi az augomat. Igen, ott van egy.
Jó, hogy te visszajött ide a hát. Nice. Aha, itt van bent a házba? Itt van bent a házba lehet. Ne, itt innen lőtt, nem? Nagyon szép.